Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és az egyetlen kérésemet mondom. Sem közben, sem az előadás végén ne tapsoljanak meg. Lesz kérésem, mondom, amikor befejezem, akkor egyetlen egy perc csöndet kérek. Csukott szemmel mindenki arra gondoljon majd, hogy mi az, amit életében még szeretne megtenni, és kérje a Teremtőt, hogy ehhez adjon segítséget. Én köszönettel kell, hogy kezdjem. Először a Teremtőnek köszönöm, hogy 4 év után ismét itt lehetek az Önök színe előtt, és köszönöm a kedves meghívóimnak, hogy méltónak és alkalmasnak találtak arra, hogy az Önök színe előtt megjelenjek. Az előadás címét látták, de az alcím az nem került rá, mert nem mondtam, szóban egészítem ki, József Attila örökérvény szavaival: az igazat mondd, ne csak a valódit. Önöket ebben a borzasztó világban ellátják információval, és ez sokszor valódi, de nem az igaz. Én segíteni szeretnék, az egész világot bejártam szívgyógyászként, olyan lehetőséget kaptam az Úrtól, ami egészen kivételes. Magyarországon 5 szívgyógyászati, szívsebészeti központ volt. Én a Városmajorban kezdtem 1976-ban a szívgyógyászati tanulmányaimat. Bejártam a világot, de Magyarországon, ahogy említettem, 5 szívgyógyászati, szívsebészeti központ volt. Én az egyik leghíresebben a Városmajori klinikán kezdtem a munkámat 1976-ban. 1976-tól 91-ig a Városmajori klinikán dolgoztam, és 91-től az Orvos Továbbképző Egyetem szív- és érsebészeti klinikájának lettem klinikai igazgató, egyetemi tanára, és bizonyos okok miatt akkor úgy éltem meg, hogy életem tragédiája, amint oly sokszor, és ezt mondom önöknek általános tanácsként, hogy minden tragédia, amit az életemben megéltem, utólag kiderült, hogy életem legnagyobb ajándéka volt, csak a Jóisten különös módon figyelmeztetett bizonyos dolgokra. Ennek okán hoztam létre 1994-ben az Zalaegerszegi Szívsebészetet, Szívgyógyászati Központot, majd 1999-ben a Pécsi Szívgyógyászati Klinikát. Mindkettő zöldmezős beruházás volt. Ugye az 5 szívsebészet az úgy alakult ki, hogy a sebészet folyamatos fejlődésével az általános sebészetről levált a szívsebészet. De Magyarországon szívközpontot és szívsebészetet, 2 a Jóisten megengedte, hogy létrehozzak. A dolgok elején elintézem a nagyon fontos dolgot. Amikor 1977-ben, első évben végeztünk 1 év alatt 100 szívmegállító, úgynevezett extrakorporális műtétet. Extrakorporális az azt jelenti, hogy a testen kívül lévő szívtüdő pumpával helyettesítettük a szívet. Ugye a szívünk ekkora, az a gép, amivel helyettesítettük, az pedig egy asztalnyi. A 100 műtét során és a következő évben is 100 betegből meghalt 15-18 beteg. Minden 5.-6. beteg
ebben a nagy szívműtétben meghalt. Én voltam a legkisebb a csapatban, és amikor beléptem, akkor a csodák világába léptem. Ugye alap dolgokat mondok, hogy a szív egy nap 100 000-szer húzódik össze. Egy év alatt 40-50 milliószor. Tessék kiszámítani, az életkorral beszorozni, hogy hányszor kell a szívnek összehúzódni, hányszor kell a billentyűket kinyitni és bezárni. És egyáltalán a szívnek, amely a fogantatásunk második hetétől elkezd dobogni, meddig kell dobogni a szívnek? Életünk végéig. És egy nagy kérdés, lehet rá válaszolni, mikor pihen a szív? Mikor pihen a szív? Pihenés nélkül ő sem tudna meglenni. Nagyon fontos tudni. Két dobbanás között. Ezért nagyon fontos az, hogyha pörgetjük a szívünket, nem alszunk, televíziót nézünk, éjszakázunk, a szív gyorsan megy, vagy stressz ér bennünket, a stressz anyag az adrenalin hatására fölmegy a pulzus, fölmegy a vérnyomás. Az Amerikai Egyesült Államok a világ teljes terjedelmére kiterjesztett vizsgálattal a következő kérdésre keresett választ. A fő betegségek és halál okokat okozó betegségek, szívérrendszeri agy, magas vérnyomás, rák, immunológiai betegségek kór okát állították sorba, és döbbenettel tapasztalták a következőt. Mi van az első helyen? A stressz. Méghozzá a családi stressz. Ha családban él valaki, társak, gyerek, idős szülő, ott egy állandó stressz helyzet van, ha nem tudják egymást kellően szeretni. Családi stressz. Mi van a második helyen? A munkahelyi stressz. Ugye a munkájukat, hogy megtartsák a munkahelyüket, el kell viselni a társak vagy a főnöknek a rosszaságát. De ami érdekes, és ami miatt itt vagyok, azt tudják-e mi? Mi van a harmadik helyen? Mi? Az majd jön. Ez a döbbenetes. Mi van a harmadik helyen? A nemzet stressze. Mi a nemzet stressze? Bekapcsolják a televíziót, a jobbik veszekszik a ballikkal, az idős a fiatallal, a férfi a nővel, vita műsorokat szerveznek, és óhatatlanul a stressz kialakulásában alaphelyzetet mondok el, bármit néznek, televízió műsort, filmet, politikai, ilyen-olyan vitaműsort, valamelyik vita partner vagy a szereplők közül valamelyik pozícióba helyezik magukat. Az életben két pozíció van, az üldözöttek és az üldözők. Nincs más. Egy egyszerű példát el fogok önöknek mondani, de kérdezem, hogy van-e vadász a jelenleg itt ülők között. Azért kell, mert őt tanúnak szeretném hívni. A róka és a nyúl esete. Első egyes számú kijelentés. Egészséges nyulat róka élve nem tud elkapni. Mi történik? Ugye a róka éhes, keresi a táplálékot, a nyúl legelészik a legelőn, és a róka rálel a nyúlra. Mi történik? Nem kezdi el üldözni, vagy a nyúl futni. Ugyanaz történik, mint az olimpiai számoknál, amikor letérdelnek a rajtkőhöz, mert ahhoz, hogy valaki 100 méter 10 másodpercen belül tudjon futni,
ahhoz az indulási sebességhez az kell, hogy az alapvérnyomás fölmegy, a pulzusszám fölmegy, akkor tud robbantani. Amikor a nyúl és a róka nézi egymást, az üldözött és az üldöző, mind a kettőnek emelkedik a pulzus, a vérnyomása. A stressz, az adrenalin. Amikor valamelyik föladja, vagy a nyúl kezd el futni, utána a róka. Megy az üldözés. A stressz a nyúl számára is, önöknek is, meg a róka számára is kétféleképpen tud megoldódni, oldódni, de nem azonos módon. A nyúl fut. A nyuszi, ha nagy izgalomba fut, még mindig üldözi a róka, még mindig üldözi, már a végét járja a fizikai képességének, plusz az izgalom, hogy elkap a róka, egyszerűen a nyúl földobja magát, ez a pillanat, amikor meghalt. Tehát meghalt a magas vérnyomás és stressz következtében. Nyilvánvaló, a róka oda sétál és a halott nyulat elfogyasztja. Mi a másik megoldás a nyúlnak? El tud futni, hihetetlen sokat, fizikai aktivitása már alig bírta, de fizikai aktivitás követően óriási boldogság önti el, mert életben maradt. A stressz vagy így, vagy úgy megoldódott. Mi van a rókánál? A róka fut, és ha a nyúl nem dobja fel magát, akkor nem kapja el. És akkor a rókának megoldódott a stressz helyzet? Megoldódott. Azért oldódott meg, mert kifutotta magát, örül, hogy levegőt kap, aztán valami pockot, vagy kis állatot, vagy akármit megeszik. Mind a kettő számára a stressz megoldódott. Önöknek nem oldódik meg a stressz, amikor televíziót néznek. Mindegy, hogy melyik üldözött vagy üldöző szerepébe kerülnek, mert a virtuális világban nincs mozgás. Csak a vérnyomás megy föl, csak a pulzus megy föl, és minden estét ezért, hogy kéne befejezni? Sétával, gyaloglással. Elintézem a egyik legfontosabb közölnivalót. Mennyit kell gyalogolni, az nem futni, nem aerobikozni, mennyit kell gyalogolni 60 év alatt és a 60 éveseknek, hogy az egészségüket őrizzék. Nem azt, hogy visszajöjjenek a betegségből, csak az egészség őrzésére. Mennyi? 2 óra. Milyen tempóba kell gyalogolni? Olyan tempóba, hogy a legkisebb nehézséget ne okozza a légzés, mert ha már nehéz a levegőt venni, akkor megy fel a vérnyomás és a pulzus. Mi a lényeg ennek a lassú sétának? Akinek otthon számítógépe van, a Google-ben klikkeljen rá, üssön a leptin nevű szóra. A leptin másfél óra gyaloglás után a lábszár izomzatban termelődik. Ha gyorsan mennek, akkor nem termelődik, mert az energiát emészti az izommunka. Mondok rá példát, minden a természetben megtalálható, ha utána néznek nagy tömegben élő állatok, bölények, marhák, vadlovak, mindegy, hogy mi, az a lényeg, hogy egy területet legelnek az állatok. A legelő elfogyott a füvecske, kiszáradt a füvecske, se élelem, se víz nincs. Az emberi logikával mit csinálnak a bölények, meg a marhák, meg a lovak? Hát elkezdenek rohanni olyan helyre, ahol vélhetően fű van. Nem. 5 napig mereven állnak. Mi történik 5 nap alatt? Kiürítik a bélrendszerüket, és az anyagcseréjüket átállítják takarék üzemmódra.
a takarék üzemmód, aki foglalkozik biokémiával, élettannal, orvoslással, ez a keton anyagcserére, a zsír anyagcserére való átállás. A pupu teve miért bírja ki a sivatagba? Azért, mert a zsírpupból kémiai vizet és energiát állít elő. Tessék megnézni, hogy hogy mennek a tevék a sivatagba, cammogva. De befejezem azt a gondolatot, hogy mert van néhány őszhajó, aki már 70 éves, aki 80 körül van, olyan is van egy-kettő, tehát 70 éveseknek mennyit kell gyalogolni naponta? Egészség megőrzése, nem visszaszerzése. Jó hívem van, 3 óra. A 80 éveseknek 4 óra, a 90 éveseknek 5 óra, mert aki ennyi időt megélt, az óriási lehetőséget kapott arra, hogy tovább éljen. Szintén tessék az interneten megkeresni, van egy népcsoport Nepál déli lejtőjén. Úgy hívják őket, hogy hunzik vagy hunzák. 1920-tól akkor angol gyarmat volt, koronagyarmat akkor az angolok, de azóta a világ tudósai járnak oda megfejteni a hosszú élet titkát. Ezek az emberek átlagosan 105-110 évig élnek, és nem ritka a 120-130 éves ember. Ennél is fontosabb, ismeretlen náluk a szívinfarktus, a daganat, a magas vérnyomás és az immunbetegségek is. Körülbelül 2200-2800 méter magasságban laknak, és próbálták megfejteni. Genetika? Nem genetika. Hanem mi? Hippokrátesz már mondotta az ókori görög orvos, hogy az egészséghez mi kell? Tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék. No, önök egyiket se kapják meg. Majd erről beszélek, hogy hogy lehet mégis csökkenteni az ártalmakat, de ezek a hunzik, ugye mi az egyik titok? Mindig kitérek arra, amit ostobaságként a televízió, rádió, újságok írnak, milyen vizet isznak a hunzik? Milyen vizet isznak a hunzik? Hát gleccservizet, ugye? Olvad a jég, meg a hó, lecsorog, fölfogják, megisszák. A gleccservíz miben rendkívül gazdag? Ásványi sókba. Ásványi sókba gleccservizet isznak. A második. Az első kettő nagyon könnyű, mert onnét ered a kajszi barack. 5 hónapig a kajszi barack terem, hát különböző fajta, 5 hónapig terem a kajszi barack. A másik 7 hónapban, amikor nincs friss kajszi barack, akkor napon aszalt kajszi barackot esznek. De nagyon fontos, ahány húsa, annyi magja. Amikor gyerek voltam, mindig öreganyám kiabált, mert volt a kajszibarack, és törtük a magot, és marokszámra ettük a magot, és mondta, hogy ne egyetek annyit, mert fájni fog a hasatok. Bizony fájni fog. Mi van a kajszibarack magba és a mandulába? Cián. Így van. Kismértékben orvosság. Bizony. Cián van benne. A versenylovakat speciális módon adagolják a ciánt, attól lesz szép a szőre, és attól nő meg az energia. Tehát a lényeg az, hogy amennyi hús, korlátozás. Hát ha valaki meg tud enni 10 ilyen barackot, annyi mag jár hozzá, magból meg tud enni egy marékkal. Tehát lecservíz és kajszi barack és a magja. Mi a harmadik? Ezt úgy szépen emlékeznek rá, hogy mit mondtam? 2 óra, 3 óra, 4 óra, 5 óra. A mozgás. Nincs televízió, nincs rádió, nincs munkofon. El kell menni a táplálékhoz. Napi 10-12 órát mozognak.
messze van ez a Nepál. De én mondom a saját példámat, jó? Akik régebb óta ismernek, azok valamit észrevehetnek, de nem tudják, hogy az mennyi. Én 38 kilogrammot adtam le. Miért? Azért, mert 5 infarktus és 8 szívbeavatkozás után ott ültem, ezt a rendelőmbe kaptam, és én ezt a világot már nagyon nem szeretem. Nem szerettem. És az Urat arra kértem, hogy fogadjon magához. Menni akartam. Igen ám, de pontosan tudtam, hogy melyik koszorú éren mi történt. Ha tudom, és nem teszem meg, hogy elhárítsam, akkor én öngyilkos vagyok, ugye? És a krisztusi parancs tiltja az öngyilkosságot. Akkor ki tudtam mondani, és nem csak kimondani, hanem megvalósítani, hogy Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, legyen meg a te akaratod. 5-ször pofozott vissza a földre. 5-ször halhattam meg, nem hagyta, hogy meghalljak. Dolgom van a világba. De ha dolgom van a világba, akkor magamnak is meg kell tenni, hogy tudjak szolgálni, hogy tudjak eljönni ide, és tudjak elmenni a világ bármely részére. És ekkor azt mondtam, elhagyom ezt a világot. Kiköltöztem a világból egy erdőbe, erdő szélén élek, erdőben egy tanyán. A Jóistennel, meg az állataimmal. Van 4 lovam, 2 birkám, 2 kutyám, sok szarvasom, sok vaddisznom, de leginkább a Teremtő Jóisten. De ahhoz, hogy éljek, úgy állítottam be, hogy nyáron 14 órát kell mozogni, télen csak olyan 8-10-et. Mert mindent én csinálok. Elmentem az első magyar zarándokútra. A magyar zarándokút Esztergomtól Mária Gyűdig terjed, és általában az a célállomások sorozat, ahol a pálosok értek a pálosoknak, az emlékei még megvannak. Kenyéren és vizen tettem meg az utat. 64-en indultunk, 4-en értünk célba. Itt önök előtt egy rendkívül ostoba ember áll. Professzor. Azt gondolta, hogy ő mindent tud. Hát persze, hogy a hátizsákomat megpakoltam fontos dolgokkal, minden napra fehér nemű, kiegészítő, bakancs, ilyen kabát, olyan kabát. És amikor indultunk Esztergomtól, ott volt 4-5 olyan ember, aki az El Camino-t többször is végigjárta. És azt vettem észre, ott hagytam a hátizsákomat, hogy oda mennek, nézegetik, emelgetik. Mivel a lányomtól kaptam, azt hittem, hogy tetszik neki valami szép, különleges hátizsák. Hanem amikor föl kellett menni onnét lentről a lépcsőn, csak a dómig, azt hittem, hogy meghalok. Mert az én hátizsákom 20,5 kilós volt. Itt elő volt egy 12 kiló, egyéb helyekről nem beszélek, és mire fölértem, azt hittem, hogy meghalok. Nem, hogy 560 kilométert végig fogok gyalogolni, nem tudok tovább menni. Rövidre fogom. Ott rám fogadtak az El Caminósok, hogy a második vagy a harmadik napom adom fel. A családom tudta, hogy életemben soha nem adtam föl semmit, vagy végigcsinálom, vagy hazaviszlek. Amúgy rákérdeztem már, amikor úgy megnyíltak az El Caminósok, hogy nem szoktak meghalni az El Camino, mert 90 éves mamókák, meg papókák 2 mankóval végigmennek. Azt mondja, dehogy nem, hát tele van keresztel az El Camino, akik ott haltak meg. Szóval megnyugtattak. Minden esetre, kedveseim, 2 kiló 40 deka
kenyeret fogyasztottam el a 18 napot. Könnyű kiszámolni, hogy egy napra mennyi jutott. Volt olyan nap, hogy nem is tudtam lenyelni az ételt, hanem mire hívom fel a figyelmüket? 10, mert mondtam, hogy ennyi volt a kenyér, a zsírt én adtam hozzá, zsíros kenyéren éltem. Kenyér boltból, a zsír meg innét. 10 kiló zsírtól szabadultam meg 18 nap alatt. És mi volt még ennek az előnye? Az El Caminósok 5-6-szor ettek, és naponta 5-7 liter vizet fogyasztottak el. Én 1 liternél több vizet soha nem fogyasztottam, puputeve, mert a zsírból állítottam elő a kémiai vizet. És már is csatoljuk hozzá, hogy legyen kötés, ezen a nyáron, már az elmúlt nyáron Magyarországon több száz szívbeteg halt meg vízmérgezésbe. És fölteszem a kérdést, mennyit kell inni? Mennyit kell inni naponta? Tudják, van ez az árverezés, amikor képet akcióznak. 2 liter először. Az én barátaim, akik már többször hallották az előadásokat, meg nagyon okosak, ott egy olyan hölgy ül, akinek a legnehezebb műtét, ami a szívsebészetben előfordul, hány éve volt? 14 éve. 14 éve. Igen. Mennyit kell inni? A kérdés rendkívül buta. 1. Mikor? Nyáron vagy télen? A mázsa másfél kilós kövérembernek, vagy a 38 kilós vékony lánynak, aki az irodában, a klimatizált helységben dolgozik nyáron, utána meg a klimatizált kocsiba megy haza. Mennyit kell inni, a válasz nagyon egyszerű. Kivéve a kisbabákat, meg az időseket, akik már nem tudják kontrollálni a cselekedeteiket. Mennyit kell inni? Amennyit kíván a szervezet. Erre adta a teremtő a szomjúságot. Ha szomjas, igyék. Ha nem szomjas, ne igyék. Olyan csodára képes a két veseny, még a húgyhólyagunk is, hogy elképzelni nem tudják. Meddig lehet meglenni folyadék nélkül? Hány napig? Levegő nélkül meddig? Ha befogja az orr, megfojtanak. Hány perc a... Az 2-3 perc. Folyadék nélkül? Na most ezt is nagyon felejtsék el. Mert amit az agyukba beültetnek, azt a parancsot végrehajtja a szervezet. Mondok példát, itt Ausztriában egy közlekedési kihágás miatt egy fiatal embert, 22 éves fiatal embert tömlözbe zártak. De hát 10 éve nem volt a tömlözbe senki, szakszemélyzet nem volt. 21 nap múlva jutott eszébe az embernek, akik bezárták, hogy a fiatal ember a tömlözbe van. És élt. De önök rendszeresen hallanak földrengés, és a 10., 11. napon kerül elő az ember a törmelék alól, nem ivott, még a saját vizeletét sem tudta inni, mert be van szorítva, és él. Miért fontos ez, amit mondok? Mert ha olyan helyzetbe kerülnek, hogy nincsen víz, és kiadja az agya parancsot, hogy a 3., 4. napon meg kell, akkor meghalnak. Tehát mennyit lehet élni víz nélkül? A válasz egyénenként különböző, de akár 2-7 nélkül is ki lehet bírni víz nélkül. Mitől függ? Hát a Szaharában, ahol süt a nap, és nagy a párolgás, ott nyilvánvalóan nem, mert van, ugye nem csak a vizelettel, a széklettel üdítünk folyadékot, ezt úgy hívják, hogy olyan szép, azért mondom latinul, perspiráció insensibilis, a légzéssel, amit kilégzünk, azt páradus levegő. Rosszul van valaki? Levegőt venni,
itt elég nehéz. Tudják, azért volt fantasztikus a régen az építészet, mert templomokat építettek. A templomok óriási űrtérre rendelkeznek, ebben a szobában egy óra alatt jelentősen elfogy az oxigén, megemelkedik a széndioxid és a hőmérséklet. Itt ahány ember van, annyi kis fűtőtest van, és csökken az oxigén. Azért figyelem, amikor kicsit kókadozunk, mert nagyon pontosan kezdtem, de ott van egy óra, ezért hibátlan a helység, mert hogy szól a magyar mondás? Aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Tehát én halálpontosan egy óra, ahogy üt az óra, mint ahogy az egyetemen 45 perces órák voltak, soha nem késtem, de soha egy másodperccel tovább nem tartottam az órát. Annyit mondok el, amennyi belefér. Most jönnek majd a kicsit nehezebb dolgok. Mert ugye eddig úgy beszélgettünk, séta, gyaloglás, folyadék. Mi a fontos? Nincs olyan szabály, hogy mennyit kell inni, és nincs olyan törvény, hogy meg kell halni 3 nap folyadék után. És aki pedig fogyni akar, az ne éhezzen, ne fogyókúrázzon, hanem kenyéren és vizen menjen el a magyar zarándokútra. Aki 20 kilót akar leadni, az menjen az El Camino-ra, mert az 2-szer olyan hosszú. Kenyéren és vizen. Ilyen lábberit, meg esőköpeny, élelmet nem kell vinni, üres kézzel lehet menni, mert annyi ilyen ostoba professzor fajta van az El Camino-n, ugyanígy megpakolják 20 kilóra a hátizsákot, és ott hagyják a zarándok helyeken, és ott szabad préda, tehát föl lehet venni a cipőt, ráérnek, és van mindenhol étel az elején. Tehát én 3 nap múlva elárulták a titkot a zarándokok. Mennyi lehet a hátizsák súlya? Na, zarándokok, nem. Nem, mert meg úgy van. A testsúlyának 10%-a maximálisan. Egy 50 kilós hölgynek 5 kiló, egy mázsásnak 10 kiló. Ez a maximum. Ebben benne van a víz is, amit szepel. Kiderült, kedveseim, szóval az ember olyan minimális dolgokon tud megélni, meg hát ha esik az eső egy vékony, ilyen összegyűrhető, ami zsebbe elfér, esőköpeny, tökéletesen megteszi, hát nem az Estée Lauder mintájára kell, hanem a legpraktikusabb, legegyszerűbb dolgokat. Mi az, aminek mindig ott kell lenni az arándoknak, pláne aki kenyéren és vízen teszi meg, egy kicsi csokoládénak. Mert ha éppen el akar ájulni, akkor egy csokoládécskát megeszik. Az az igazság, itt az egyik könyvem, az Úton című könyvembe le van írva a zarándok utam. De nagyon fontos az, hogy én Isten hívőként azt gondoltam, hogy én nekem már nem kell megerősítés Isten létére, de soha hasonló tapasztalatom nem volt a felső világgal. A 7.-8. naptól kezdve voltak olyan időszakok, amikor fél órára, egy órára kiesett a tudatom külvilággal, nem emlékeztem semmire, nem láttam, nem hallottam, és mégse estem be a Dunába, a szakadékba, azért, mert bekapcsolt a micsoda, itt mi van? A harmadik szem. És a jó Isten vezetett az úton. Én voltam az egyetlen, aki volt, aki vérhólyag, vízhólyag miatt kellett feladja, volt, akinek kirepett a hasfala, mindenféle furcsa dolgok voltak. Egyedüli voltam, akinek nem volt se víz, se vérhólyag a lábán. Miért? Mert amint megálltam, levetettem a bakkancsot, és masszíroztam. Semmi különös trükk.
És nagyon fontos, mert a El Caminót meg a Magyar Zarándok utat bezárom, mi, ami nagyon fontos, nagyon jó hálózsák, nem szabad fázni éjszaka, hogy tudjanak aludni. Én a lányomtól kaptam, olyan hálózsák volt, hogy nem fáztam, és mindig mesztelenül aludni hálózsákban. Nem pizsamába, nem melegítőben, akkor fázna. Anya szült mesztelenül. Így alusznak, ott fenn az északi meg a déli sarkon ezek a fantasztikus emberek. Következő dolog, tehát volt, ugye, víz, táplálkozás, és akkor belecsapunk a lényegbe. Tudják-e önök, hogy az áruházakban vásárolt élelmiszerekben 22 000 vegyszer van? 22 000 vegyszerrel mérgezik önöket. Csak úgy mondom, mert elfelejtettük, ha az én anyám levágta a csirkét nyáron, megfőzte az ebédet, és a szomszédasszony jött délután, és nem tudta földolgozni vacsorára az ételt, délután 5-kor, 6-kor már, nem büdös volt, olyan unalmas szaga volt. Na ebből csak fűszeres ételt lehetett csinálni, jó fűszerezni, hogy elnyomja az étel ízét. De önök bemennek az áruházba, és ott látják csirkemell, csirkecomb, 2 hétig fogyasztható. Ennek ára van. Ára azért, hogy ne rohadjon meg, hogy megtartsa a színét, hogy a vizet is megtartsa, mert dekára adják. Van egy film, ami azt mutatja be, hogy mit nyomnak bele a hölgyek, szeretik a csirkének, meg a pulykának a fehér húsát, a mellehúsát. Annál mocskosabb, szemetebb étel nincs. Miért? Mert a zárt üzemű állattartásban minden tollat, belet visszaetetnek az állatokkal, mindent, és még ráadásul, amikor jönnek ezek a szély mellehusák, 6 kicsi fecskendő a tűvel belemegy a mellehusába, és speciális folyadékot nyomnak be, ami a vizet megtartja, tehát önök, amikor ilyet vesznek, akkor vizet vesznek. Meg lehet próbálni, elmennek kapirgáló csirkét, megveszik, és ugyanakkor a súlyú húst tesznek, mindegy, hogy combja vagy mellehusa, meg a bódba vásárolt húst. Mind a kettőt megsütik. Mit fognak tapasztalni? A bódba vásárolt 25%-a víz volt. Az a drága, nem a kapirgáló csirke. Tehát magyarul Hippokrátesz mit mondott? Azzá válunk, amit megeszünk. Ha szemetet eszünk, szemétté leszünk. Ha az állattal szemetet etettek, és azt mi megesszük, mi is szemétté válunk. Mi az, és itt most kapaszkodót adok, mert nem olyan rossz szám a helyzet nálunk Magyarországon. Miért nem? Azért, mert a magyarországi halak nincsenek kémiai szerekkel preparálva. Az a piszokdrága nyugati hal, hegytől kezdve az összes nehézfémekkel, tengeri mocsokkal van teli. Ma Magyarországon önök a halat, ha megveszik, magyar halat, azzal nem vesznek szemetet. Ha egy kicsit olyan iszop szaga van, az nem más jelent, hogy a tóba iszapos volt, de ma már a karácsony előtt kiveszik a halakat, egy hónapig tiszta vízbe teszik, hogy ne legyen iszap szaga sem. Mi a másik? Könnyű megjegyezni? Csak Arany Jánosra emlékezzenek. Vadat, halat, mi jó falat. Miért? Mert a vadat nem etetik mesterségesen, és még a mi vadtenyésztésünk során az, amit kiegészítő táplálékot adnak, az GMO-mentes kukorica és egyéb termék. Tehát vadat, halat, tojás. Koleszterin, megint kérdés, mennyi itt
ezen a vidéken a normál koleszterin felső határa mennyit? A laborban jön hozzám nagyságos asszony a 7. kerületben, és mondja, jaj, professzor úr, baj van. Mi a baj? Fáj van? Fáj a szíve? Nem. Feje? Nem. Emi? Nem. Hát mi a baj? Koleszterin. 5-3-as. Mondom, és fáj? Nem, de 5-3-as. És 5-ig normális. Mondom a normál koleszterin határértéket. 3-9 és 7-8 között van a szupernormális. Az önök agya az enyémmel együtt száraz anyag tartalmába 50%-ba koleszterinből épül föl. Az itt lévő gyönyörű hölgyek hormonjai, zsírba oldódó vitaminok mind szteránvázra épülnek, és talán tudják, hogy időskori elbutulás, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, szklerózis multiplex és a koleszterin csökkentő tabletták. Kérem szépen, és itt mindjárt mondom a tojás ügyet. 1984-85-ben Bostonban, Harvardra kaptam meghívást a hazai kutatásaim, állatkísérleteim angol nyelvű közlése okán. Kimentem Bostonba, de feleségem itthon két gyerekkel, orvosnő, ő dolgozott, én meg elmentem a világot megmenteni és tudóskodni. De bizonyára tudják, hogy a tudósnak is kell enni. Na, férfi ember mit tud főzni? Tojást. Sütni. Hát rántott, tehát úgy van, ha bonyolultabb, akkor kis szalonnára vagy Ham and Eggs sonkára veri a tojást. Igen ám, de megvettem a tojást a Stop & Shop-ba, tehát az itteni, ugye ilyen nincsen, tehát nagy áruházba. Fölütöm a tojást, és nézem, kutya fáját, ennek nincs sárgája. Volt neki, de ilyen nagyon halvány okkersárga. 84. Elmentem a Heim a piacra, megvettem a tojást, fölültem, ugyanaz. Hát ugyanaz, mint nálunk, ha most elmennek a piacra, akkor lengyel vagy argentin tojást tudnak venni, jó pénzen. Fölültem, alig van sárgája. Mivel én szívizom, vázizom biokémiájával, genetikájával, élettanával foglalkoztam, biokémikus professzor társak is voltak, és kérdezem, hogy milyen tojást esztek ti? Jaj, tojást, azt nem szabad. De hát mondom, látom, hogy naponta eszitek. Ja, az más, mert ezek genetikusan módosított csirkék tojják, azért olyan halvány sárga a tojás sárgája, hogy kevesebb koleszterin legyen benne. Te hülye amerikai. Rögtön mi volt a kérdésem? Mi volt a kérdésem? Nem, hogy milyen kis csirke születik a tojásból. Ez volt a... Azt mondja, ha ebből nem születik, ez étkezési tojás, ez nem olyan tojás. Hát a jóisten azért teremtette a tojást, hogy a kismaradarak szülessenek, és mi az emberiség fele kihalt volna, ha nem fogyasztunk tojást. De segíteni akartak. Ma önök itthon miből értesülnek a fontos orvosi dolgokról? Nőklapja, Okos Kata, meg az orvos válaszol. Ott a Time magazin, akkor, mikor kint voltam, akkor még nem voltak 300 millióan, csak 186 millióan, ezért fontos 20 millió Time magazint adtak el Amerikába. Behozták 1984, bárki utána nézhet. 84 júniusi szám, a Time magazin címoldala egy serpenyő, két tükörtojás a szem, és egy kóbászka, mint a bajszom, hogy aki tojást eszik meg kóbászkát, az bizony meghal. Ez a címoldalon is ez. Meg belül tudósok írják, hogy miért ártalmas, hogy miként hat. Újságíró van-e önök között? Tévések vannak, azok nem annyira fontosak. Azért, mert ők azt tudják leadni, amit fölvesznek.
De az újságíró mit ír le? Hát, amit akar. Újságíró nincs önök között? Azért, mert finomabban fogalmazok. Tudni írik, figyelem. Time magazin. 1984. 1999. 15 év telt el mindössze. Time magazin címoldala. Serpenyő. Két tükörtojás. A szem. A kóbászkart, hogy ne ilyen legyen, lecserélték sárga dinnyehére, vigyorira, és mit írnak ugyanazok a tudósok, vagy azok tanítványai a tojásról, hogy minden nap kell enni minimum kettő, de inkább három tojást. Most egy pillanat. 15 éve egyet se, most meg kettőt, hármat. Mi történt a 15 év alatt? Elárulom önöknek. Remélem azért horgász van önök között. Horgász, aki megy pecázni a Balatonra. Van ilyen? Na, hogy kicsi ilyen félbólogatás volt. Tehát a horgász, ha elmegy egy új vízre, mit csinál először? Hát beeteti a halakat. Bedobálja a kukoricát, hogy szokjanak oda. Ez volt a beetetési fázis. Szó szerint. Mert érzékenyítették egyért tojást, és vitték le a normál koleszterin szintet. Vannak olyan laborok, ahol nem is adnak alsó értéket, 4-8-5, 5-2 a normál érték. Ha eszi a tojást, attól emelkedik a koleszterin, ha eszi a gyógyszert, attól meg a laborérték csökken. De könyörögve kérem önöket. Használják a józan eszüket. Azon kívül elárulom, van tisztességes orvos is a világon. Ha orvos van önök között, nem kell jelentkezni, de az Arteriosklerózis nevű újság, amit az Amerikai Egyesült Államokban adnak ki, 2012. novemberi szám, megtalálják, az egész világra szóló felmérés, az amerikaiak, a németek, tehát magyarul 20 nagy klinika összefogásával összesen 6673 beteget vizsgáltak meg. Na nem laborral, ma már be tudunk menni a koszorúérbe másfél milliméteres katéterrel, azon van egy kis echófej, és ahogy megyünk elő a koszorúérbe, ugyanúgy látjuk a cseppköveket, mint a cseppkő barlangba. A nagyobb vagy középereknél a CT, MRI, PET-CT vizuális képalkotó eljárással vizuális képet ad. A 6673 betegből 2410 kaptak koleszterin csökkentő statin, figyelem, ugye, ma már van olyan asszony, aki 5-6 férhez megy, mindig fölveszi a férje nevét, de a leánykori név változatlan. Ezért mindig a vastag betű alatt nézzék meg a kémiai összetételt. Ami statinra végződik, arról beszélek. Statinok. Eredmény. A gyógyszerszedők csoportjába. Szignifikánsan, orvosi nyelven jelentősen növekedtek a plakkok nagysága, vastagsága, kalcium tartalma, és 50%-kal megnőtt az akut szívinfarktus valószínűsége. Nincs vége, tessék megnézni, 2012, hogy könnyű legyen megjegyezni, 2012. novemberi szám, a Diabetes Care, cukorbetegséggel foglalkozó újság. Ha nincs cukorbetegségük, szedik a statinokat, 48% valószínűséggel kialakul a cukorbetegség. Miről szól ez a történet? Arról szól, kedveseim, hogy a hadipar termelte a legnagyobb profitot. Ma nem a hadipar termelte, a gyógyszeripar. De ki ezért a felelős? Önök. Miért? Azért,
Mert a gyógyszer alapára, tehát az anyag, amiben kerül a gyógyszer, amiből csinálják, az olyan 5-7%. A csomagolás az 10% körül van. Régen üvegcsébe patikus betette, most már minden napra pötyögtetni kell, hatalmas szemétkötek. A kikutatása is olyan 10%, az árusítás, és mi a 60%? A reklámköltség. Ahányszor ön nézi a televízióba a reklámot, ez a 60%. Ezekből fizetik kiket. Észrevették, körorvosnál vannak. És jön a vigéc. A, hogy hívják? Gyógyszerügynök. Rendelés leáll, jön a gyógyszerügynök, táskával az indiánokat legalább baltával és tüzes vízzel vették meg. Általában nem kerül sokba, ez egy tudatalatti játék, színestól, ceruza. Na, a vezető orvosokat viszont utaztatják. Amerikában, Európában, csak nem őróluk beszélek, csak még mielőtt bárki visszakérdezne, soha nem tudtak megvenni. Se gyógyszerügynökök, se műszerügynökök. De 3 évvel ezelőtt volt, hogy a televízió bemondta, hogy a Bahamákon egy körzeti orvos részegen a medencébe fulladt. Akik jobban figyelték, hallották, hogy 32-en voltak tanulmányúton. Bahamákon. Érték? Oda az út, meg vissza, meg a szállás, meg a költség, 1,5-2 millió forint. 32x2 millió, elég, 64 millió. Kifizette őket? Nem a gyógyszergyár. Önök. Ezért. És a másik, ugye bemegy az áruházba, megveszi a szeméttel teli ételt, amiből hiányoznak bizonyos alapvető anyagok, vitaminok. Utána átmegy a patikába, megveszi a kiegészítőket, pedig semmi más nem kellene tenni, mint egyik helyre se bemenni. Elmondom a következő fontos információt. Az utóbbi 100 évben fantasztikus életmentő gyógyszereket fejlesztett ki a tudomány. Életet ment. De ne feledjék, az atomenergiát lehet használni. Paksra energiát termelni, meg Hiroshimára, Nagasakira. Az orvoslár, tehát az egészségügyi világkongresszuson 2008-ban megállapították, a nyugati orvoslás zsákutcába futott. A sok gyógyszer használatával több betegséget idézünk elő, mint amennyit meggyógyítunk. A legsikeresebb gyógyítás, amit mondjuk 3 percen van, elmondom, és 2 szót majd, nem, 1 szót. Kell-e az ételt sózni? Kell! Az élethez só kell. Olvassák el a népmesét, meg elmondom, mert amerikaiakat emlegettem, óriási felfedezést tettek, képzeljék el. Kiderítették 5-6 éve, hogy az öröm hormon termeléséhez is nátriumklorid kell. És önök, a nagymamák, meg szülők elküldik a gyereket a menzára, az iskolába, és nem eszi meg, mert sótlan. Ne feledjék, most egy nagyon nagy embert idézek, aki a relativitás elméletét megalkotta. Hogy hívják ezt az embert? Einstein. Einstein mondata így hangzott. Az univerzum a világ mindenség, és az emberi hülyeség határtalan. Majd folytatta, vesző volt, az univerzumban nem vagyok biztos. Miért mondom ezt? Azért, mert a gyerekek, aki cukrász sincs önök között, hát aki, de háziasszony van, még az édes süteményhez is oda van írva, és csipetnyi só. Tehát ezek a szerencsétlenek eljöttek volna Magyarországról, tudósok, sok milliárd dollárt lehetett volna megspórolni kutatási pénzt, mert a magyar szólásmondásban elmegy az asszony pötyepartira.
férje várja ott, és kérdezi, na mi volt, ki volt ott? És mondja, hát a Piroska az olyan vicces volt, tudod, mert a Juliska meg annyit beszél, meg volt ott egy, akit nem ismertem, az olyan, milyen volt? Sótlan, kedvetlen. Ha eljöttek volna, nem kellett volna az örömhormon kutatásáért ennyit kifizetni. Tehát én csak arra kérem önöket, hogy használják a józan eszüket. Használják. Ha, mint Seherezáde, ezer nap, ezer éjszaka, tudnám mondani azokat a dolgokat, amit tudnak, de vagy elfelejtették, vagy félreinformálták önöket. Tehát a koleszterin rendkívül ritka genetikus betegségben kezelendő, egyébként mi a gyógymód? Kevesebbet enni és többet mozogni. És minden betegségre ezt fogadják el. Nincs olyan betegség, ami mozgás nélkül gyógyítható. Mondják, hogy jaj, hát én nem tudok, mert a csípőlöm, meg a térgyem, hát én alig tudok menni. Hát azért van ez, mert nem gyakorol. Az ízületeket dolgoztatni kell, és erre elmondom az én drága feleségem példáját, aki vele született csípőgyenge, csípőfiszamos volt, és 10 évvel ezelőtt a lábát a lépcsőn már nem tudta egyenesen föltenni, dobta, hogy föl tudja lépni egy lépcsőfokot. De imádja ezeket a régi külföldi dolgokat, és elment Mexikóba, és hogy meg kell mászni a piramist. Hát se lép nem volt, se szamár. Föl kellett menni, a lányommal volt, és elmesélte a lányom, 6 óra alatt tért fel a feleségem. Zokogva, sírva, de ő akkor is. Teljes a csípő mozgása. Mindkét csípőbe. Régen, amikor még nem volt ez a sok modern eljárás, elaltattuk a beteget, és az ízületet bemozgattuk. Itt vannak az én kolléganőim, ők nagyon jól tudják, hogy ez így történt. De jobb megerőzni. Mozgás, éhezés. Ezzel fejezem be. Európában a magyar emberek első helyen van a rák megbetegedés előfordulásában és halálozásában. És tudják-e miért? Mert nem éhezünk. Ha valaki, tehát a rövidböjtök, hosszúböjtök, minden vallásban ott vannak. A ramadánban az arabok hogy étkeznek? Napkeltétől napnyugtáig egy falatot sem, és egy falat vizet sem isznak, kivéve a betegeket meg a gyerekeket. Az éhezés során, emlékezzenek, a bölények 5 napig állnak, zsíranyagcsere, de van még egy fontos dolog, bélkiürítés és a sejtek méregtelenítése. Tehát ha éhezünk, a normál sejtjeik visszaállítják az anyagcserét. Ez a magyarázata annak, hogy Auschwitzba, Dachauba, japán hadifogolytáborba, gulágon a ma számított kalória érték 1/5-ével megértek, és nem volt rák. Miért nem? A normál sejtek visszavették az anyagcserét, a daganat sejtek meg képtelenek erre és pusztulnak. Tehát időnként, azért mondom el, mert majd jön hamvazószerde, húshagyóked, hosszú bőjt, húsvét előtt, de ne felejtjék el, hogy ennek minden nagy vallásban ott volt az egészségügyi tanácsadás. Nálunk a hosszú bőjt, húsvét előtt, karácsony előtt a másik bőjt, péntekenként nem ettünk húst. Tegye fel a kérdést mindenki magának, hogy van-e olyan nap, hogy valami kis hús nem eszik-e? Egy kis szafaládi, egy kis ez, egy kis az. A hús a legnehezebben emészhető táplálék. És időnként éhezni kell. Na, most elért az aljasságomnak azon fokán, hogy el kell búcsúzni. Ha valaki messziről jött, és szeretettel fogadták, a régiségben őseink áldást mondtak a közösségre. Én egy 300 éves gyűjtésből való áldással búcsúzom. Abban a könyvben, a segítségben 2 ilyen áldás is van,
de azt fogom felolvasni, ami a közösségre vonatkozik. Tehát még egyszer, 350 éves gyűjtésből való ez az áldás. Ez így szól. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a hozzáfordulóknak. Legyen áldott gyógyír szabad minden hozzád fordulónak, legyen áldásozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak, áldott legyen a mosolyod, légy vígaz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. János evangélista életének utolsó 10 évben 2 szót ejtett ki a száján. Hogy szól ez a 2 szó? Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. És a végére hagytam, mert egy orvos gyógyszer nélkül nem orvos. Elárulom önöknek azt a gyógyszert, ami testre, lélekre és szellemre egyformálhat, patikába nem kapható. És minél többet adnak belőle, annál több lesz önöknek. Ezt úgy hívják, hogy szeretet. Szeretet nélkül sem testet, sem szellemet, sem lelket nem lehet gyógyítani. Most van az 1 perc, szemünk lecsukódik, és csöndbe leszünk 1 percre. Önöknek a csöndet, a Teremtőnek a kegyelmet köszönöm, hogy itt lehettem. Erre az 1 percre biztos, hogy emlékeznek. Azt, hogy az előadása mi hangzott, abban lehet, hogy egy szóra se. De ez a fantasztikus, a csendnek gyógyító ereje van a mai világunkban, a legnagyobb hiányzik. Ha közösen vagyunk csendben, az maga a gyógyszer. Isten áldja önöket, Isten óvja önöket.